A Jobbik konzervatívok helyi népszavazás által megerősítve tartja csak elfogadhatónak az összes nagy beruházást, amely a magyar nagyvárosokban vagy a környékükön valósul meg. Emellett a családtámogatási politika kapcsán is javaslatokat fogalmaz meg a párt. Szerintük ugyanis kétszeresére kellene emelni a családi adókedvezményt. Tita Nilla folytatja. Zékárpád Dániel most a vendégünk, a Jobbik konzervatívok alelnöke. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok a kedves nézőknek is! És ha már itt az előző beszélgetésben ugye a Lánchíd botrányról volt szó, akkor talán mi is kezdjük ezzel. Ugye az önök főpolgármesteri jelöltje Brenner Koloman is megnyilvánult ebben az ügyben, egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte. Mi lenne ennek a bizottságnak a feladata, illetve kikből állna össze? A legfontosabb kérdés, hogy a Jobbik konzervatívoknak miért kellett főpolgármesteri jelöltet állítani? Azért, mert irritál minket, hogy Budapesten a városvezetés színétől függően mindenki, mintha a személyes fixa idáit megpróbálná ráerőszakolni egy társadalomra, legyen szó biciklisávokról, vagy teljesen értelmetlen fejlesztésekről, beruházásokról, és azt is látjuk, hogy bár egy önkormányzatnak nincs könnyű dolga a Fidesz éra alatt, hiszen nagyon sokszor a forrásait indokolatlanul elvonják, a Lánchíd körül tartó, évek óta húzódó polémiák mégiscsak tisztánlátást kívánnak, és ha most lenne annyi műsoridőnk, hogy holnap reggelig ráérnénk, akkor minden politikai oldal felelősségét tudnám firtatni, de nem akarom elvenni az időt a családtámogatásoktól, egyebektől, de az biztos, hogy olyan sokszor volt ebben a stúdióban is, a Hír TV-ben, az ATV-ben mindenhol szó a Lánchíd ügyéről, hogy szeretnénk tisztán látni. Amikor tehát mi főpolgármester jelöltet állítunk, akkor egy korrupciómentes Budapestre szavazunk, egy olyanra, ahol közbiztonság, köztisztaság és átláthatóság is működik, valamint egy lakhatási forradalom, hiszen nonsens, hogy beszélünk itt szép vagy kevésbé szép politikai érdekekről, de egy átlagos fiatal, mondjuk 20 és 30 év közötti, lehet, hogy csak 200-250 ezer nettóra tesz szert pályakezdőként, de 235 ezer plusz rezsi egy átlagos albérletdíja Pesten. Erről valakinek beszélnie kell, és nagyon örülök, hogy a Jobbik konzervatívok képviselői beszélnek erről. És akkor visszatérve a Lánchíd botrányra, ugye a fővárosi közgyűlés tagjait szólította meg, ha jól tudom, Brenner Koloman. Kaptak-e már választ, illetve mit szeretnének, hogy ez a bizottság mit vizsgáljon, vagy milyen iratokba tekintene bele például? Azért tudhatjuk, hogy nem kaptunk érdemi választ, mert Brenner Koloman egy meglehetősen aktív, ha mondhatjuk, akkor hiperaktív főpolgármester jelölt. Tehát amikor új információ áll rendelkezésre, akkor egymásnak adjuk az irodaház előtti ilyen sajtóterületnek a kilincsét, és rögtön tartunk egy sajtótájékoztatót. Ebből tudhatjuk, hogy új, komolyabb fejlemény azóta nincsen, amióta mi ezt bejelentettük. A tisztánlátás mindenre vonatkozzon, jogi háttérre, pénzügyi kérdésekre, de engem a jövő legalább ennyire érdekel. Brenner Koloman például többször kiállt a tekintetben, hogy a Lánchidat érintő közlekedési kérdésekről is beszéljünk, hiszen az egyik oldal ezerrel nyomja kizárólag a maga igazát, a másik egy sötét-zöld kiszerelésben szintén a saját fixa ideáit igyekszik, talán sokszor ráerőltetni egy helyi közösségre, mi pedig nagyon sok esetben azt mondjuk, hogy legyen népszavazás, vigyük vissza a döntési szintet oda, ahova a leginkább való, és ahogy a bejátszóban elhangzott, a multicégek beruházásai kapcsán is azt mondtam, mondjuk a szegedi sajtótájékoztatómon, hogy nem vagyunk zsigerileg beruházás ellenesek, hát dehogy vagyunk. De ha betartják a környezetvédelmi előírásokat, még az adófizető hajlandóságukat is végre összeszedik ezek a multik, akkor is a helyi közösség mondhassa ki, hogy adott esetben egy polgári övezetbe, egy kertvárosi városrészbe szeretnének egy gumi vagy akkumulátor vagy akármilyen gyárat, vagy pedig azt mondják, hogy lakott területen kívül egy 5 kilométeres puffer vagy biztonsági sáv túloldalára épüljön meg mindez. Kritizálom a kormányt azért, mert ez most nem valósul meg, a helyi akaratot ilyen formán nem veszik figyelembe, és hát Szegeden is ez volt a probléma, de hogyha a Gödi akkumulátorgyára gondolunk, ahol nagyon sokszor megfordultunk, akár közmeghallgatáson, akár ilyen jobbító javaslatokat tenni ott is tájékoztatókon, ott is azt látjuk, hogy a kertvárosi övezet tőszomszédságába épült, egy olyan zajterheléssel, adott esetben környezeti ártalmakkal is járó munkavédelmi és egyéb biztonsági veszélyekkel járó beruházás, amely simán épülhetett volna 5 kilométerrel arrébb lakott területen kívülre, ezért szeretnénk azt, hogy a helyiek minden ilyen esetben megnyilvánulhassanak, és megerősíthessék azt a beruházási szándékot, hogyha a helyi közösség valóban komolyan gondolja ezt. Még visszatérünk erre a témára, de még mindig egy picit Lánchíd botrány. Összességében mit gondolnak egyébként erről az egészről a vizsgálóbizottságon túl, hogy adományládikák, ugye itt van most ez a 900 millió forint, amely titokzatos körülmények között egy
praxisától eltított ügyvéd ügyvédi letéti számlára és egy magánszámlára vándorolt, és ugye ez a személy úgy néz ki, hogy kapcsolatot jelent egyrészt a Datadat ügy és a Láncid felújítás között. Összességében mi a véleményük erről a történetről? Azért rettenetesen fontos kérdés, mert a Jobbik konzervatívok közössége már azelőtt a tisztánlátás fontosságát említette, és a helyzet feltárása érdekében emelt szót, amikor a kormánypárti képviselők erről vagy nem tudtak, vagy hallani sem akartak még. Van egy képviselőtársam, Sass Zoltán, ő ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, tehát nem szabad ilyet mondani, de talán a legfontosabb parlamenti bizottságot vezetheti, és ő hónapokkal az említett botrány kirobbanása előtt letett egy javaslatot a parlament asztalára, amely arról szólt volna, hogy papírra írjuk le, tiltsuk bármifajta hasonló adományozás, vagy akár külföldi befolyásszerzés és politikai nyomásgyakorlás lehetőségét, egyébként mondjuk magyar civil szervezetek tekintetében is, tehát itt is azért van kritikánk bőven. A probléma az volt, hogy ezt a javaslatot az említett fideszes többség sajnos nem tudta vitára támogatni, pedig hónapokkal azelőtt fogalmaztuk meg, artikuláltuk, hogy önök ebben a stúdióban elkezdtek ezzel ilyen súllyal foglalkozni, vagy mondjuk a sajtót bejárta ez az ügy. Tehát azért fáj kicsit az ember szíve, mert ha ezt a Sass Zoltán javaslatot időben megfogadja a kormány, akkor ez az egész problémakör mára talán megoldott. Mi ezzel letettük az asztalra a véleményünket, az álláspontunkat, és úgy gondolom, hogy a Jobbik konzervatívok közössége tisztázta a saját hozzáállását ez a kérdéshez, azzal, hogy hónapokkal a botrány előtt mi már a megoldást igyekeztünk letenni az asztalra. És akkor egyébként a fővárossal kapcsolatban mit gondolnak, hogy itt a baloldali többségű vizsgálóbizottság, mert hogyha a közgyűlés tagjaiból áll össze, akkor nyilván baloldali többségű vizsgálóbizottság lesz, megfelelően ki fogja vizsgálni a Láncid ügyet, hiszen ugye a hírek szerint ott lehet talán érintettség. Egészen nyilvánvaló, hogy megfelelő garanciális elemeket kell beépíteni egy vizsgálóbizottsági működésbe is. Nehezen tudnám elképzelni, hogy például az ötletgazda, Brenner Koloman ne lehetne részese ennek a folyamatnak. Ha már részese, akkor nem mondható el, hogy kizárólag baloldali dominanciájú szerveződés vizsgálódik. Tehát ezek a garanciális elemek szavatolhatják azt, hogy valódi érdemi vizsgálat történjen. És akkor térjünk rá egy másik témára, a családtámogatások. Ezzel kapcsolatban is van a Jobbik konzervatívoknak javaslata. Ha minden igaz, azt tervezik, hogy ez egy parlamenti javaslat formájában ölt majd testet, vagy lehet, hogy azóta testet is öltött. Én most a parlamenti írományok között nem találtam meg tegnap, de hogy pontosan mit is javasolnak? Nagyon régóta beszélünk családtámogatásokról, és tudom, nem szokott politikus az érzelmeiről beszélni, én most fogok. Engem rémesen irritál az, hogy 2010 óta kizárólag és csak a családi pótlékról beszél. Folyamatosan, tehát a baloldali diskurzus tér családi pótlék, a kormány pedig a családtámogatások unblock rendszeréről beszél egy végösszeggel. Én a kettő között a valódi ember szintjére szeretném lehozni ezt a problémát. A családi pótlék ugye 2008 óta befagyott összegével több, mint az értékének a felét elveszítette. Mi azt mondjuk, hogy ezt is meg kell duplázni, de családi kártyán kell megduplázni, legyünk őszinték, garantálni kell, hogy csak a gyerek érdekkörében lehessen elkölteni ezt az összeget. Tehát alkohol, dohánytermék, élvezeti szer nem, pelenka, bébi étel, gyermeknevelési cikkek, alapvető élelmiszerek, gyermeklakhatása, igen. Ez tehát a családi póték. A családi adókedvezmény bevezetését én nagyon támogattam a 2010-es évek elején, de azt látom, hogy az utóbbi években, bár a két gyerekeseket illetően egyszer volt egy korrekció talán 5-6 évvel ezelőtt, de nem infláció követő a rendszer. Tehát amikor egy egygyerekes édesanyja számára a 10.000 forintnyi családi adókedvezményt bevezették, annak az értéke az majdhogy nem kétszer akkorát ért a piacon, mint most, amikor az infláció elpárologtatta. Éppen ezért nekem két javaslatom is van a témában. Egy egyszeri emeléssel adjuk vissza azt, amit az infláció elvett, a kormány pedig hagyta, hogy elvegyék. Tehát duplázzuk meg a családi adókedvezmény összegét. Egy gyerek után például 10.000 helyett 20.000 forint járjon jövő hónaptól, és ugyanígy mehetünk fel a 20-ról a 40.000 forintra, érdemes duplázni a két gyerekeseknél. És hát azt látjuk, hogy ha ezt meglépjük, akkor még nem fejeztük be a munkát, hiszen ilyen 17-20%-os élelmiszerinfláció, meg hasonlók röpködtek az elmúlt időszakban. Tehát infláció követővé kell tennünk a családi adókedvezményt.
intézmények rendszerét, tehát minden január 1-én vizsgáljuk meg, hogy az előző évben megvan-e az inflációs adat, ha megvan, vagy később van, meg súlyozzuk ezzel az adókedvezmény összegét, és ez a most egy gyerek után járó 10 000 forint legyen 20-25, majd 30 000 forint, így elmondhatjuk azt, hogy alapvetően munkaviszonyhoz, munkába járáshoz kötöttük a támogatások emelését, ez lenne nagyon fontos, de a mostani állapot tarthatatlan, mert most a családi pótlék is elvesztette több, mint az értékének a felét, a családi adókedvezmény is elvesztette az értékének több, mint a felét, már pedig ezek a leggyakrabban realizált támogatási formák, az óvodai, iskolai, bölcsődei gondokról ne is beszéljünk, mert ott is vannak azért olyan kiadások, amelyekre még rárakódik a 27%-os büntető adójellegű áfa a gyermeknevelési cikkeken. Nincs az Európai Unióban másik ország, ahol 27%-ot raknak a pelenkára, a bébi ételre, a gyerekruhára. Éppen ezért vettünk fel egy TikTok videót a napokban, amely elemezte azt, hogy egy csomag pelenka esetében akár 1000 forint lehet az az adótartam, ami nem a családnál marad, hanem befizetik az államnak. Egy darab bébi étel esetén 100 forint fölötti lehet ez az összeg. Mi lenulláznánk a gyermeknevelési cikkek áfa tartamát is, ezt az összes pénzt pedig ott hagynánk, ahova való, a magyar családoknál. Zékerpád Dánielnek köszönjük szépen. Köszönöm a megtisztelő meghívást.